Már is folytatjuk itt a Startban, mégpedig azzal, hogy pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos rádió interjújában azt mondta sok minden más mellett az uniós pénzekről, hogy ha a vita elhúzódna és nem indulna meg az Európai Válságkezelési Alap működése, Magyarország akkor is megindítja a programokat, amiket akar, fejlesztés nem fog elmaradni a Brüsszellel folytatott viták miatt, mert hitelt mi is tudunk felvenni. Be is jelentette, hogy a Magyarország a múlt héten felvett egy 2,5 milliárdos euró hitelt, 8-900 milliárdnyi forint felét 10 évre, a felét 30 évre vettük fel, ezt mondta a magyar miniszterelnök. Most kapcsoljuk fel Csuti Péter közgazdászt, a Bankszövetség korábbi elnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Halljuk is, látjuk is, köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Hogy délután már, vagy este felé azt mondta a kormány, hogy ez kötvénykibocsátás, nem is olyan igazi hitel. Elmagyarázni, hogy pontosan ez mit jelent, mi a különbség a sima hitelfelvétel és egy kötvénykibocsátás között? Nincs különbség. A lényeg az, hogy adósságot testesít meg, egy technikai különbség van, és a lejegyzők körében van különbség, a hiteleket többnyire bankok nyújtják, a kötvényeket általában intézményi befektetők, biztosítók, befektetési alapok, stb. Jegyzik le. A dolog lényegét tekintve azonban semmi különbség nincs. Ez a magyar állam adósága lesz, illetve már most is a magyar állam adósága, nem érdemes ezzel különösebben sok időt megéri-e tölteni. Megéri-e jobban kötvényt kibocsátani, mint egy klasszikus hitelt felvenni, például maradjunk az uniós hitelnél, hogyha azt vettük, vagy vennénk fel? Klasszikus hitelekre, tehát az a bizonyos klasszikus bankhitelekre, amikkel 20-30 évvel ezelőtt a magyar államadóságban nagy súlyt képviseltek, ilyen hitelek a dolog lényegét tekintve ma már nincsenek. Egy állam vagy kötvényformában bocsát, vagy vesz fel hiteleket, vagy esetleg nemzetközi szervezetektől, vagy kétoldalú megállapodás alapján beruházásokhoz kapcsolódóan vehet fel hitelt. Ugye Magyarország így vett fel hitelt mondjuk a Paks építésére, vagy a Belgrád-Budapest vasútvonallal kapcsolatos beruházásra, ott vannak hitelek. De nemzetközi hitelek ma már annak idején ugye ilyen bankcsoportok adtak konzorciális vagy szindikált hiteleket, ilyen hitelek ma már nincsenek. Az, hogy az Európai Uniótól kapunk vagy kaphatunk hitelt, ugye az a nemzetközi szervezetek kategóriába tartozik, ott nem érdemes a formáról beszélni, sokkal inkább érdemes a tartalomról beszélni, hogy olcsóbb-e vagy drágább, az nem kérdés, hogy miközben egyébként történelmileg alacsony szinten vannak a kamatok, és az a hozam, amivel a magyar állam most kötvényt bocsátott ki, egyébként egy kiválónak nevezhető, nem alacsony, majdnem azt mondtam olcsó hitel, vagy olcsó kötvénykibocsátás, valószínűleg az Európai Unió még ennél is olcsóban adta volna, de azt hiszem, hogy ilyen nagy pénzekről, amikor beszélünk ilyen 800-900 milliárd forintokról, és ennek most arról beszélünk, hogy 1,5% ennek az összköltsége, vagy 0,75% az összköltsége, ez nem egy igazán lényeges kérdés. Azt hiszem az üzenetek érdekesebbek. Ugye a kormányfő először is a pillanatnyi helyzetekhez igazítja az üzeneteit, hol azt mondja ugye tavasszal, hogy nem veszünk föl hitelt, kiváltképpen veszünk föl külföldről hitelt, mert az kiszolgáltatottságot jelent, különösen nem veszünk föl devizában hitelt, mert az még ráadásul veszélyes is lehet, ha a forint felértékelődik. Most hirtelen kiderült, hogy ez a legkiválóbb ötlet, amit megvalósíthatunk. Egyébként szerintem tényleg egy jó ötlet, tehát semmi baj nincs vele. Inkább azt gondolom, hogy a közvéleménynek a korrekt tájékoztatása az, ami itt a kérdés. Nem cél a jelek szerint, hogy a közvélemény valamennyire is reális képet adjuk, kapjon arról, hogy miért van szükség ilyen hitelek felvételére. Miért van szükség? Miért van szükség? Miért erre van szükség, és miért nem az uniós hitelre van szükség? Én azt gondolom, ugye mi pontosan nem ismerjük az államadóság központ lejárati, tehát hogy a magyar adósság lejáratának az ütemezését. Sajtóhírek szerint márciusban lesz egy 1,5 milliárd eurós
törlesztési kötelezettség az államadósság központnak. Ha ez van, már pedig azt gondolom, hogy bocsánat, van, hogy közbeszólok, mert az államadósságkezelő központ kiadott egy közleményt időközben. Ő azt mondja, hogy a november 12-i, vagyis az, amiről beszélünk, kötvénykibocsátásból befolyó összeget is általános finanszírozási célok mellett a 2021. évi devizalejáratok előfinanszírozására tervezik felhasználni. Hogyha erre olyan akarták felhasználni, akkor ezt majd miből fizetik ki? Mert hogy ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy fejlesztés nem marad el, tehát hogyha azt a pénzt fejlesztésre, programokra, beruházásokra költik el, akkor itt lesz egy luk? Hát én azt gondolom, nem lesz luk. Ugye közvetlen költségvetési bevételekből Magyarország az elmúlt időszakban alig-alig finanszírozott beruházásokat. Ugye az Európai Uniós pénzekből valósulnak meg pályázatok, vagy hirdetnek meg pályázatokat, és az uniós pénzekből egyenlítik ki ezeknek a pályázatoknak az ellenértékét. Ez, amit az államadósságkezelő központ mondott, ez egy korrekt megfogalmazása a tényeknek, ahogy Magyarországnak esedékességei vannak, például márciusban egy 1,5 milliárd eurós, arra nem márciusban vették fel a pénzt, hanem most vették fel novemberben viszonylag kedvező feltételek mellett. Tehát én azt gondolom, ez a nem marad el semmilyen fejlesztés típusú kormányzati szöveg, ennek nincs nagyon sok közehez a 2,5 milliárdos eurós hitelfelvételhez. Ahogy mondtam, a támogatásokat közvetlen költségvetési bevételből nem szokás finanszírozni, pláne mert a költségvetés deficitben van. De akkor ezzel most, ezzel most azt mondja, hogy akkor nem igaz, amit a miniszterelnök mond, mert nem ebből a 2,5 milliárdból fognak fejleszteni, meg programokat megvalósítani. Erre próbáltam óvatosan. Jó, csak hogy értsük, mert van, aki azt is mondja, hogy ez a november 12-i kötvénykibocsátásra már tudatosan készült a miniszterelnök, és azért bocsátották ki, mert ő már tudta, hogy vétózni fog, de hát akkor ez nyilvánvalóan nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy az nagyon jó dolog, tehát ha a miniszterelnök vagy az ország mozgástere, tehát hoz egy politikai döntést, ami nyilvánvalóan kedvezőtlen megítélésre számíthat a nemzetközi befektetők körében. A nemzetközi befektetők politikai nézetektől függetlenül valószínűleg kedvezőtlenül értékelik azt a tényt, hogy Magyarország esetleg elesik jelentős összegű pénzektől, és esetleg Magyarország nemzetközi pénzügyi helyzete meggyengülhet. Ezt anticipálva, ha a kormány úgy dönt, hogy bizonyos pénzeket ilyen bespájzol, vagy biztonsági célokból felhal, azt én egy alapvetően helyes döntésnek tartom, mondom, a körítés hozzá az egy egészen más. Kérdés. Mit kockáztat a miniszterelnök, hogyha kimaradunk az uniós válságkezelési csomagból? Ugye folyamatosan a hitelről beszélünk, amit az unió nyújtott volna, de ennek a 750 milliárdos csomagnak az egyik része, ugye ezen ment a nagy vita annó, nem hitel, hanem egy vissza nem térítendő támogatás. 7,5 milliárd euróra lenne jogosult hazánk, ugye kiszámolták már közgazdászok a portfólió, hogy ez nettó 5 milliárdot jelent, ugye azért valamennyit vissza kell fizetni. Ezt is kockáztatjuk, nem? Én azt gondolom, hogy először is válasszuk ketté a mostani 2,5 milliárd eurós kibocsátást. Ugye az elmondottakból következően ez a normál hitelfelvételi tevékenység része, legfeljebb a kommunikáció más hozzá, már a miniszterelnök kommunikációja. Ettől egészen könnyen és jól elválasztható az Európai Uniós kérés. Az én megítélésem szerint beláthatatlan következményei lennének annak, már úgy értem beláthatatlan következményei nem csak politikailag, hanem gazdaságilag és pénzügyileg is, ha Magyarország kimaradna az Európai Uniós csomagból. Én egyébként nem is hiszem, tehát vagy pontosabban, ha el kéne gondolnom, hogy ez megtörténik, ez egy olyan önmagát erősítő láncreakciókat indíthat el, amire ebben a pillanatban jobb nem is bele gondolnom. Egy picit gondoljunk bele, nem sok időnk van már, de a beláthatatlan következmény, vagy ez a láncreakció mit jelenthet? Róna Péter nyilatkozta azt a napokban, hogy az ország harmada, 3 millió ember nyomorban fog élni már az év végére. Az ország kb. 25%-a, ebben nem mondott sokat Róna Péter, azt gondolom, az ország 25%-a, 25-27%-a évek óta a szegénységi küszöb alatt él, már úgy értem az Európai Uniós statisztikák által meghatározott szegénységi küszöb alatt él, tehát ebből a szempontból hát itt olyan nagy újdonságokra nem lehet számítani, nyilván a lakosság helyzete tovább fog romlani. Én ennél,
ennél nagyobb gondnak tartom azt, hogy a nemzetközi környezet, és most én ideértem a nemzetközi pénzügyi környezetet is, nagyon súlyosan megromolhat, hogyha Magyarország tartósan kívül marad az Európai Uniós mechanizmusokon. Hát ugye a legkézenfekvőbb várakozás ilyenkor a forint árfolyama. A sajtóban megjelentek 400 forintos euró árfolyamos találgatások. Ez ugye önmagában is eléggé tragikusan hangzik, már úgy értem a belföldi megtakarítások értéke szempontjából, de másfelől meg ez az infláció elszabadulását is eredményezheti. Hát azért mi mégiscsak egy olyan ország vagyunk, amelyik 70%-ban exportálja a javait, de körülbelül 70%-ban importálja is a javait. Ezek pedig devizában vannak. Ha ez a deviza további 10-15%-kal felértékelődik a forinthoz képest, az bizony nagyon komoly problémákat okozhat belföldön. Sajnos lejárt az időnk. Egyetlen egy nagyon-nagyon rövid igenre vagy nemre van válasz. Sokak szerint Orbán Viktor ezzel az egész vétóval már előkészíti az unióból való kilépést. Egyetérte ezzel, vagy nem? Én azt kell mondom, hogy józan észre elképzelhetetlen, hogy egy felelős politikai döntéshozó ilyen döntésre jusson, és én csak nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy a miniszterelnök felelős döntéshozó. Felcsúti Péter, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.